Emma szállt ki elsőnek, majd Félicité, aztán Lörő, utána pedig egy dajka. Sárt viszont úgy kellett felkelteni, mert amikor beesteledett, mélyen elaludt ültében. Homi úr mindjárt bemutatkozott, mélyen bókolt ő nagyságának, köszöntötte a doktor urat, hangoztatta, mennyire örül, hogy némi szívességet tehet nekik, és barátságosan hozzáfűzte, hogy bátor volt meghívni maga magát és a vacsorájukra, mivel hogy a felesége különben sincs odahaza. Bovary né a konyhába érve, egyenesen a tűzhely felé tartott. A térde táján két ujja közé csíptette a szoknyáját, felemelte a bokájáig, s fekete cipellős lábát így tartotta oda a lángnak, egy nyársan forgó ürücomb felett. A tűz egészen megvilágította, nyers fényével áthatott ruhájának a szövetén, fehér bőre sima pórusain, s időnként lelecsukódó szemhéján is. S mivel az ajtó félig nyitva maradt, a beáramló szélben egész alakján nagy vörös fény áradt széllyel. A tűzhely másik oldalán szőkehajú fiatalember állt, s csöndesen nézegette. Mivel Léon Dupuy, Guillaume jegyző segédje, mert ő volt az Arany Oroszlán második állandó vendége, igen unatkozott Yonville-ban, próbálta minél későbbre tolni az étkezés idejét abban a reményben, hogy majd csak betéved egy-egy odautazó fogadó, s lesz kivel elbeszélgetnie. Olyan napokon, mikor korán végzett az irodában, s nem tudtam, mit kezdjen az idejével, kénytelen volt pontosan beállítani az ebédlőbe, s végig szenvedni levestől sajtig a binével való együttlétet. Így hát örömmel fogadta a vendéglősni ajánlatát, hogy vacsorázzon együtt az újonnan érkezőkkel, s átmentek a nagy terembe, mivel csupa parádéból Le François-né ezúttal ott terített a négy vendégnek. Omé engedelmet kért, hogy fején tarthassa a házi sapkáját, mivel félt a náthától. Majd szomszédnőjéhez fordult. Biztosan fáradt, ugye, asszonyom? Omé fecskénk rettentően összerázza az utasait. Nem mondom, felelte Emma, de hát olyan mulatságos, ha kizökkenünk a hétköznapokból. Szeretek mindig máshol lenni. Valóban nincs is unalmasabb, sóhajtott a segédjegyző, mint örökké egy helyben élni. Na hiszen, szólt közbe Sár, mit szólna, ha úgy, mint nekem, egyre lóháton kéne ülnie? Azt hiszem, felelte Léon, Bovary né felé fordulva, hogy mi sem lehet kellemesebb, ha lehetséges, tette hozzá. Különben, szólt a gyógyszerész, az orvosi gyakorlat errefelé nem nagy vesződtség. Az utak jó karban vannak, kocsin mehetünk mindenhová, s a betegek általában elég rendesen fizetnek, mivel a gazdák jó módúak. Tisztán orvosi szempontból, ha nem számítom a bélgyulladást, a légcsőhurutokat és az epebajokat, legfeljebb váltóláz lép fel hébe-hóba, főképp az aratás idején, de nagyjából kevés komoly van, semmi különösebb betegség, legfeljebb talán a görvéi, amelynek okát feltétlenül a mi parasztházainknak siralmas higiéniai körülményeiben kell keresnünk. Jaj, bizony, kedves Bovary úr, sok előítélettel kell megküzdenie, sok csökönyös szokást kell kiirtania a tudománynak, és pedig szintén napról napra, állandó erőfeszítéssel, mert még most is többet várnak a kilencedektől, az erekjéktől, a papoktól, meg minden ilyesmitől, ahelyett, hogy elmennének az orvoshoz vagy a gyógyszerészhez. Pedig az éghajlat tulajdonképpen nem rossz, sőt, egy néhány 90 éves aggasztján is van a községben. A hőmérő, megfigyeltem, legfeljebb 4 fokra süllyed télen, s a legmelegebb évszakban is csak 25-30 fokig emelkedik, ami átlagban nem jelent többet, mint 24 fok Réaumur, vagy másképpen 54 Fahrenheit, angol mérték, és csak ugyan az északi széltől az argai erdő véd bennünket a nyugatitól a Saint-Jean magaslat. És azt a meleget, amelyet egyrészt a folyó kigőzölgése okoz, másrészt a réteken legelő tömérdek jószág kipárolgása,
ez pedig sok ammoniákot, vagy nitrogént. Hidrogént és oxigént tartalmaz. Nem, mégsem csak nitrogént és hidrogént. Szóval azt a meleget, amely felszívja a televén nedvét, és egybekeveri, mindegy, összegyűjti a különböző kipárolgásokat, s magától vegyül össze a légkörben felhalmozott, illetve felhalmozható villamossággal, és ilyenkor bizony, akárcsak a forró, égövi országokban előbb-utóbb veszedelmes miazmáknak adhat életet. Ismétlem, ezt a meleget szerencsésen mérséklik, arról az oldalról, ahonnan jön, pontosabban, ahonnan jönne, vagyis déli irányból azok a délkeleti szelek, amelyek áthatolva a Szajna felett maguktól is felfrissülnek, és úgy érnek hozzánk hirtelen, mintha Oroszországból érkeznének. Vannak-e kiránduló helyek a környéken? Folytatta tovább Bovariné a fiatalemberrel való beszélgetést. Bizony, nem sok, felelte a segédjegyző. Van egy hely fenn a dombtetőn, az erdő szélén. Úgy hívják a legelő. Oda megyek vasárnap néha, ott maradok egy könyvvel, és megvárom a naplementét. Nem ismerek szebb látványt, mint a naplementét, mondta Emma, de különösen a tengerparton. Ó, a tenger, rajongott Leonor. Imádom az óceánt. S nem érzi, folytatta Bovariné, hogy az ember gondolata szabadabban száldogál ezen a határtalan messzeségen? És hogy még a látványa is felemeli a lelkünket, és megtölti a végtelenség az ideál eszméivel? Így vagyunk a hegyi tájakkal is, válaszolt Leon úr. Van egy unokatestvérem, aki múlt évben Svájcban járt, s mondta el, hogy el se lehet képzelni a hegyi tavak költészetét, a vízesések varázsát, a gleccserek gigászi hatását. Látott roppant fenyőket a zuhatagok sodra között, kunyhókat, mint egy a meredek szélén lebegve a lebegőben, s ezer láb mélyre maga alatt egész völgyvidékeket, hogyha a felhők szétfoszlanak. Az így látványok nem csak lelkesítők, hanem imára, rajongásra serkentik a szemlélőt. Épp ezért nem is csodálkozom azon a híres muzsikuson, aki egy, hogy felizgassa a képzeletét, egy-egy gyönyörű táj előtt szokott zongorához ülni. Ön is muzsikál? Kérdezte az asszony. Nem, de nagyon szeretem a zenét. Ne higgye, Bovariné, szakította félbe Omé, tányérja fölé hajolva. A fiatalember csak szerénkedik. Micsoda kedves barátom, nem énekelte a minap is odafenn a szobájában, hogy az őr angyalt. Ó, és hogy még milyen szépen. Hallottam a laboratóriumból, úgy tagolta, akár csak egy művész. Leon csak ugyanott lakott a patikus házában. Egy kis szobája volt a tér felől a második emeleten. Valósággal belepirult házigazdájának a bókjába. De ez már is az orvos felé fordult és felsorolta neki, Ivonville nevezetesebb lakóit egyiket a másik után. Csak úgy dőltek belőle az adomák meg a helyi tudnivalók. A közjegyző vagyonát mondta, senki sem ismeri pontosan, meg aztán ott az a tüvásház. Igen, igen, fennhordják az orrukat. Emma tovább érdeklődött. És miféle zenét szeret? Ó, a német muzsikát, mert az olyan ábrándos. Ismeri az olaszokat? Még nem. De jövő esztendőben azokat is megismerem, majd ha Párizsba megyek, hogy elvégezzem a jogot. Mint ahogy kedves férjének mondtam, szólt közben megint a patikus, egyenesen szerencse, hogy szegény Janoda megszökött. Az ő pazarlásának köszönhetik elsősorban, hogy Ivonville egyik legkényelmesebb házát most majd önök élvezhetik. Legnagyobb előnye egy orvos szempontjából, hogy egyenesen a fasorra nyílik, s az ember ki és bejárhat anélkül, hogy bárki is észrevenné. Egyébként megvan hozzá minden, ami egy háztartáshoz kívánatos. Konyha, lányos szoba, mosókonyha, szalony, gyümölcskamra, és a többi. Mert az olyan ember volt,
hogy nem nézte a kiadást. A kert végében a víz mellett még lugast is épített, csak azért, hogy nyáron át ott ihassa a sörét, s Bovárini asszonynak kedve van a kertészkedéshez. Akkor az én feleségem, így Sár, nemigen foglalkozik ilyesmivel, s bár jobb volna, ha többet mozogna, jobb szeret olvasgatni a szobájában. Akár csak én, felelte Leon. Hisz mi lehet kellemesebb, mint este a tűz mellett üldögélni egy könyvvel és hallgatni, míg a lámpa ég, hogyan rázza a szél az ablaktáblát. Nem de, suttogta Bovárin, és tágra nyitott nagy fekete szemét a fiatalemberre függesztette. Az ember nem gondol semmire, folytatta a segédjegyző, s az órák múlnak észrevétlen. Mozdulatlanul ülünk, s úgy járunk messzi tájakon, mintha látnánk is valamennyit, és gondolatunk a mese szárnyán eleljátszik a részletekkel, vagy követi a kalandok körvonalát. Elvegyül a regény alakokkal, s már-már azt hisszük, mi lélegzünk az ő jelmezeikben. Milyen igaz? Milyen igaz? Visszhangozta Emma. Megtörtént már önnel is? Fűzte tovább a szót Leon, hogy egy könyvben találkozott egy régebbi, bizonytalan gondolatával, egy-egy messziről visszatérő, elkomályosodott képpel, s mint egy legbensőbb érzelmének teljes feltárásával. Igen, én is éreztem, válaszolta az asszony. Ezért szeretem, így a fiú, különösen a költőket. A vers gyengédebb, mint a próza, s jobban is megríkatja az embert. Csak hogy a költők, mondta Emma, végül is kifárasztják az olvasót, s én mostanában éppen a hosszú, egy lélegzetre folyó históriákat imádom. Olyan jó félni, szorongani közben. A magam részéről gyűlölöm a közönséges hősöket és a lanyha érzéseket. Elég van belőlük a természetben. Csak ugyan, magyarázta a segédjegyző. Az így könyvek nem hatnak a szívre, s úgy érzem, eltérnek a művészet igazi céljától. Az élet csalódásai köztől jól esik gyönyörködni, ha csak gondolatban is, egy-egy nemes jellemben, egy-egy tiszta érzelemben, és a boldogság képeiben. Én nekem itt, ahol élek, oly távol a nagyvilágtól, ez az egyetlen szórakozásom, mert Ivonville tekintetben a semminél is kevesebbet ad. Biztosan akár csak toszt, válaszolta Bovárini, épp ezért állandó előfizetője voltam egy kölcsönkönyvtárnak. Ha megtisztel azzal, hogy használja az enyémet, szólt közbe a patikus, halván az utolsó szavakat, szívesen rendelkezésére állok az én magánkönyvtárammal. Megtalálja benne a legjobb szerzők műveit, Voltaire-t, Rousseau-t, Delille-t, Walter Scott-ot. A tárca regények gyűjteményét, azon kívül különböző lapokat is járatok, köztük a rueni fákját naponta, mivel ennek levelezője is vagyok, Bussy, Forge, Neuchâtel, Yonville és a környék nevében. Már 2,5 órája üldögéltek az asztalnál. Mert Artemis, a szolgáló, igen lustán vonszolgatta a posztópapucsát a padlókockákon, egyébként hozta lassan a tányérokat, vagy elfelejtette, amit mondta. Nem hallgatott senkire, és közben még a biliárterem ajtaját is nyitva hagyta, úgyhogy az ajtó kilincse egyre a falat verdeste. Leon miközben így beszélt, észre se vette, hogy egyik lábát Bovariné székének keresztrúdján nyugtatta. Az asszony apró, kék sejem nyakcsokorfélét hordott, amely csővasalású batiszt gallériát oly mereven tartotta, mint egy régi módi fodros gallért. S fejmozdulatai szerint arcának az alsó fele, hol egészen a batisztba mélyedt, hol szeliden kiemelkedett. S miközben mellettük Sárla patikussal tárgyalt, ők ketten egészen egymás mellett abba a különös és bizonytalan beszélgetésbe mélyedtek, ahol a mondatok szeszélye mindig a kölcsönös rokonszem biztos központjában tértek vissza.
regénycímeket, párizsi színházakat, újmódi négyes zenéket, nagyvilágot, amelyet nem ismertek, Toastot, ahol Emma élt, Yonville-t, ahol most együtt voltak, mindent végigvizsgáltak, mindenről elbeszélgettek, egészen a vacsora végéig. Mikor a kávét is felszolgálták, Félicité előre ment, hogy legalább a hálószobát hozza rendbe az új házban, s csak hamar a vendégek is felkeltek az asztal mellől. Le François-né ott szundikált a tűzhely hamuja mellett, míg az istálló fiú lámpával a kezében már várt Bovári Régra, hogy hazakísérhesse őket. Vörös haja tele volt belekeveredett szalmaszálakkal, s a bal lábára sándított. Szabadon maradt kezébe a pap esernyőjét fogta, s így indultak a ház felé. A mezőváros már aludt. A vásárcsarnok oszlopai nagy árnyakat vetettek a térre. A föld egészen szürke volt akár egy nyári éjszakán. Mivel a ház mindössze 50 lépésre volt a fogadótól, majdnem mindjárt búcsúzkodni kellett, s a társaság széllyel vált. Emma már az előszobában érezte a falak hidegét. Úgy hullott a vállára, mint egy nedves lepedő. A vakolat még egészen friss volt, s a falépcső recsegett. Az emeleti hálószobában fehéres fény szűrődött a függönytelen ablakokból. Látni lehetett a fák ormát, s még messzebb a réteket félig ködve borítva, s a folyó kanyarjai mentén a föld csak úgy füstölt a holdvilágban. A szoba közepén össze-vissza halomban álltak a komód fiókok, palackokkal, függönyrudakkal, aranyozott lécekkel, a székeken matracok, a padlón meg vizes tálak, mivel az a két ember, aki a bútorokat hozta, mindent így hagyott hanyagul. Negyedszer történt Emmával, hogy ismeretlen helyen aludt. Először, mikor a zárdába lépett, másodszor, mikor megérkezett Toastba, harmadszor Vobiszárdban a Márkiéknál, és negyedszer itt, ebben a házban, s mindannyiszor új korszak kezdődött az életében. Úgy vélte, hogy a dolognak nem lehet megismétlődni más-más helyen, s mivel a már átélt rész rossz volt, az, ami ezután következik, mindenképpen csak jobb lehet.